Még nem posztoltam ki, meg azt a képet. Hol az a kép? Azt mondja, hogy egy mobiltelefont keresek. Hol van? Steve, segíts! Vak vagyok. Mobiltelefont. Ide töltöttem le, esküszöm. Hol van? Hol? Milyen néven töltöttem én azt le? Azt mondja, hogy így van. N betűvel kezdődő mobiltelefon. És itt van, megvan. Úgyhogy azonnal posztoljuk. Így van. Ugyanis képzeljétek el, hogy ma 25 éve indult el Magyarországon és egyben Közép-Európában az első mobil szolgáltatás, ugye a Vestel 0660. Emlékeztek még ezekre? Nem hogy téglatelefon, de ez a hordozható, ezt még annak idején hordozható telefonnak hívták, mert hogy így konkrétan egy ilyen fél aktatáskányi nagyságú volt körülbelül a telefon, és hát ugye régen hívták ezt rádiótelefonnak is, meg még különböző nevei voltak. Ugye a mobiltelefon is valahonnan onnan ered egyébként, tehát az, hogy mobil, tehát az, hogy ugye hordozható, és hát ugye egyben az autó is, tehát autótelefonnak is hívták ezt annak idején, mert annó még azért nem nagyon hordozták az emberek, mert ugye elég nagy volt ugye ez a készülék. Tudok is mutatni nektek egy ilyen készüléket például, na ez például az egyik ilyen készülék, Nokia 720-as, ugye? Tehát milyen egysége volt neki, és mekkora antennája. Köszönjük szépen. Gyakorlatilag ugye napra pontosan 25 évvel ezelőtt vetette meg a lábát a frissen demokratizálódott Magyarországon a mobiltelefonia. Akkor még nem is 7 jegyű telefonszámok voltak, hanem egyébként mennyi jegyű volt? 5 jegyű, így van, tehát nem is 6, hanem 5. Tehát elkezdetben még 5 jegyű. Egész pontosan, ugye tudom is nektek mondani, ha minden igaz, hogy a Vestel 0660-nak, ugye azért, hogy mondhatom ezt már így, mert már nem létezik, az ügyfélszolgálati telefonszáma az az volt, hogy itt látod, hogy hirdetés egyébként, ami akkoriban volt. Kicsit ki is tudjuk nagyítani. Igen, ma már nincsenek összehozhatatlan kapcsolatok, egy ilyen kutyus, mellette természetesen a táskatelefon, meg ugye macsek is van ott, és itt a telefonszám. 0660 27083, ennyi volt, és 088, ez volt az ügyfélszolgálati telefonszám, mert annak idején ugye nem nagyon volt túl sok ezekből. Úgyhogy ez még ugye a 450-es frekvencián működött, tehát 450 MHz-es frekvencián működött, és gyakorlatilag ugye ez még nem GSM alapú, hanem az úgynevezett NMT alapú telefonálásról beszélünk ebben az esetben. Ugye mondok is egy-két hírt ezzel kapcsolatban, azt mondja, hogy igen, hát ugye annak idején a 90-es évek végén, illetve az előtt, tehát még a rendszerváltás előtt gyakorlatilag magyarországi mobil szolgáltatás rendszere nem véletlenül nem épült ki hamarabb, pedig kiépülhetett volna egyébként, hiszen technológia már rendelkezésre állt ekkoriban, csak úgynevezett kokom tilalom volt akkoriban még. A kokom listát azért alkották meg a nyugati országok, hogy a csúcs technológiai termékek exportálásának tilalmával akadályozzák a KGST államok technikai fejlődését, hogy azok a fegyverkezésbe se tudják utolérni a nyugati országokat. Ugye? Tehát nagyon komoly, ugye, hogy úgy is mondjam, tilalmak meg. Hát ha akkor visszagondolok, én most nem akarok belemenni politikai dolgokba, de hát azért a rendszerváltás előtt itt azért elég komoly... Hát teljesen más rendszer volt, nem véletlenül kellett leváltani, és akkor most így szerintem finoman fogalmaztam. Ezt hangsúlyozva számolt be a tilalom alól kibújni látszó újdonságról, egyébként 1989. december 4-én egy híradó is, ahol pont a mobiltelefonokról volt szó. Hát ebben most nem nagyon nézünk bele, de minden esetre amerikai-magyar megállapodás mozgó rádiótelefon rendszer kiépítésére, ez volt akkor a hírnek a lényege. 1990. október 15-én azonban napra pontosan, ugye 25 évvel ezelőtt, nem csak hogy Magyarországon indult el az első kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás, a Vestel 450-es, ugye 0660, hanem gyakorlatilag Közép-Európa első mobil szolgáltatása is volt ez egyben. A Vestel 450-nek
kezdetben egy darab kapcsoló központja és három bázisállomása, azaz mobil tornya volt. Ehhez három év kellett, hogy további kapcsoló központokat létesítsenek az ország teljes területén. Egész pontosan 400-at is létesítettek belőle. Elsőként a Ferihegyi gyorsforgalmi út bejáratánál, a Száva utcánál található, ugye mind a mai napig található TV-torony, vagy kommunikációs torony, inkább már így hívjuk, mert nem csak televízióadásokat sugároznak onnan. Egyébként teszem hozzá, hogy a földfelszíni DVB-T-sugárzásnak egy bizonyos szegmense is onnan megy egyébként mind a mai napig. De például innen ment az első mobiltelefon cellaállomás is. Hát itt még nem cellákról beszélünk, hanem szó szerint adótornyokról beszélünk ebben az esetben. Ez volt az ország első mobiltornya, 154 méter magas, Budapest harmadik legmagasabb építménye egyébként, és a Száva utcában találhatott gyakorlatilag a határút környéke, Üllői út határút, ha valaki arra jár, szerintem ismerős lehet az a torony. Gyakorlatilag ez volt tehát az első mobiltorony. Aztán ugye beszéljük egy picit a mobiltelefon számokról. Ugye ma a mobil számok már 7 jegyből állnak, és még sokan emlékezhetnek rá, amikor csak 6 jegyű volt. Nekem még 6 jegyű volt annak idején az első mobil számom, még talán tudom is. 20-as voltam akkoriban, és 282074, igen, ez volt a telefon. Nem bemerem mondani, mert már nem ez, úgyhogy meg amúgy sem működne, vagy nem tudom, hogy kié azóta ez a telefonszám, de ez volt régen a telefonszám. Emlékszem, hogy 94-ben, ugye akkor már GSM rendszer volt, akkoriban indultak el a Vestel 900, és akkor még Pannon GSM szolgáltatók egyébként szinte egy időben indultak el. De még ezelőtt, ugye a 90-es években, tehát 90-ben egész pontosan 25 év, a Vestel 0660, tehát a Vestel 450-es. Na szóval az a lényeg, hogy első körben, tehát még csak nem is 6 jegyű, hanem 5 jegyűek voltak a telefonszámok. És például tudom mutatni egy hirdetést, amely az akkori HVG-ben jelent meg 1991-ben a magyar mobil szolgáltató reklámja, ugye a 0660-as szolgáltató, a kommunikáció működés képtelensége már birodalmak vesztét is okozta címmel. Gyakorlatilag ugye ezek ilyen PR report, tehát úgy volt gyakorlatilag a reklám. Ez egyébként most is bevált szokás, már jobban szeretik egyébként a hirdetők is, hogyha nem csak egy hirdetés, vagy egy reklám megy egyébként egy tévében, egy újságban, egy bárhol, hanem gyakorlatilag egy cikk formájában valamihez kötik, ugye, és mint termék megjelenítés szerepel benne. Akkoriban még ezt ugye nem így hívták, de gyakorlatilag erre láthattunk itt egy példát 1991-ből. Úgyhogy ennyi a történet. És hát én a Facebook oldalamra feltettem egy kérdést is egyébként, hogy kinek milyen mobiltelefon volt az első telefonja. Én meg is tudom nektek mutatni a sajátomat, hogy nekem hogy nézett ki, csak a saját Facebook oldalam, a facebook.com/vendifix oldalon keresztül kell ezt mind megnézni, meglesni, de úgy látom, hogy itt válaszoltatok is egy páran. Itt van, né, ez volt az én első mobiltelefonom. A Motorola Flare telefon. Ezt is simán mondhatni, mert már nem kapni valószínűleg. Ha leveszük a feliratot, akkor nem tudom, akkor mennyire fog látni, nem látszik sajnos, de neki még itt az aljába kellett bedugni a SIM-kártya, a nagy alakú SIM-kártyát. Tehát, hogy... Tessék? Hát persze, hogy volt SIM-kártya. Bocsánat, a 60-as telefonoknak, tehát a 450 MHz-en működőnek, azoknak még nem volt SIM-kártyájuk, ha jól tudom. Viszont a GSM rendszerű telefonoknak, azoknak már volt SIM-kártyájuk. Tehát gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy mai bankkártya, vagy a régi telefonkártya. Tehát nem ezek az ilyen mikroszim, meg nanoszim, meg mit tudom én mi, most már akkora, hogy a Körömhegynek is az egy negyede körülbelül, vagy hát kinek mekkora körme van, de lehet, hogy még ennél is kisebb, mint a kis ujjam Körömhegyének az egy negyede. Ma akkor egy SIM-kártya. Nem is tudom megmutatni, mert egy nem fog látszódni, kettő, meg most nem akarom kiszerelni a telefonomból, mert úgy bele van rejtve, ilyen tűvel kell belerakni, és ez még nem a legkisebb, tehát ennél még kisebb is létezik egyébként. Tehát az enyém is már ilyen átalakítóval van belerakva ebbe, mert hogy van olyan, amiben még kisebb kell, tehát hogy gyakorlatilag ugye ez is mennyit változik, és ugye erről már pont egy pár hete vagy hónapja beszélgettünk, hogy hamarosan lehet, hogy megint csak ott tartunk, hogy nem is fog kelleni a SIM-kártya, hanem majd úgynevezett e-SIM-kártyák lesznek. Na, tehát ez volt az első telefon.
telefon, hát ezzel már ez egyébként egy egész okos telefon volt a maga nemében akkoriban, bár ez most elég furcsa szó rá, ezt így mondom, egy okos telefon volt, de ezzel már például lehetett SMS-t küldeni. Mert ugye voltak annak idején ezek az ilyen régebbi ilyen Ericsson 197-es téglatelefon, ugye, aminek egy oldalt kinyithatós antennája volt, azokkal például, ha jól tudom, csak fogadni lehetett SMS-t, írni még nem is lehetett. Sőt, azt hiszem, hogy a Nokia-nak is ugye, azt nem tudom milyen volt annak a pontos típusa, de ugye ezek voltak akkor a két nagy vetélytárs igazából, plusz a Motorola, és akkor így gyakorlatilag majdnem, hogy meg is állt a történet ezen a területen, vagy ennél a pár gyártónál akkoriban, és akkor csatlakozott később a Siemens, az Alcatel, a Sony először, aztán utána a Sonyt összevonták a Sony Ericssonnal, és így tovább, ugye a Nokia sikere az töretlen volt, és szép sorjába csatlakoztak be a többi telekommunikációs szolgáltatók is, illetve gyártók is a maguk is mobiltelefonjaikkal. Kicsi, hát relatíve. Egyébként az Ericsson volt annak idején, nekem volt is olyan telefon, talán 337-esnek hívták, Ericsson 337 azt hiszem, amely a világ legkisebb mobiltelefonja volt, és ez még meg is van nekem. Azóta egyébként többször elnyerte ez a cég a világ legkisebb mobiltelefonja címet. Van egy másik is, az nem is annyira régi, az már a 2000-es évekből származó készülék. Hát olyan pici gyerekek, az nekem még megvan és működik, az a backup telefonom. Vagy hát a második backup telefonom gyakorlatilag, mert a másik telefonom is egy okos telefon, ami ha ne adj Isten behal ez, akkor azért mégse maradjak már appok nélkül, hogy úgy mondjam. De van egy buta telefonom is, ami gyakorlatilag ez, azt hiszem V880-asnak hívták talán. Az volt a legkisebb, tehát olyan vékony, hogy nagyon, és olyan pici, hogy gyakorlatilag furcsa megfogni, mert annyira pici a telefon, hogy nem fél, tehát a kezembe így elveszik. De már a régebbi, tehát a 337-es modell is akkoriban ugye a legkisebbnek számított. Ha neten rákerestek így a számok alapján, szerintem megtaláljátok, hogy pontosan milyen telefonokról beszélünk, én most nem fogom nektek megmutatni. De ez gyakorlatilag a hírünk, tehát az első hírünk. Aztán megyünk tovább, mert vannak ám még híreink, és utána majd természetesen ti is jöttök a kérdéseitekkel, ha vannak, tessék vigyázni a következő hír kapcsán. Lesz egy kis videó is, amiben majd prezentálni fogjuk, csak először elmondom a hírt, és utána megmutatjuk. Ugyanis képzeljétek el, hogy nagyon durva, de tönkre lehet vágni egy pendrive-val a számítógépet. Jó, hát nem akármilyen pendrive-val, minden esetre, bár a vírusok miatt mindig is jelentett bizonyos kockázatot az USB-s eszközök csatlakoztatása a számítógépekhez, megfelelő vírusvédelemmel felvértezve és ésszel nyitogatva a fájlokat alapvetően biztonsággal dughattunk be egy PC-be, akár egy idegen eszközt is, egészen eddig. Mert hogy egy ismeretlen tollmeghajtó látott napvilágot, amelyet, hát gondolom én, trollok gyártják a tollat, vagy a trollok által gyártott tollmeghajtó, amit nyugodtan nevezhetünk troll meghajtónak is akkor innentől kezdve, az USB Killer 2.0 nevezetű eszköz, amely másodpercek alatt képes saját energiájával tönkretenni bármelyik számítógépet, amelyre rádugják. Ehhez egy egyszerű áramkört használ, amelyben tárolja a géptől kapott energiát egy ideig, majd egyetlen óriási feszültségű töltetként kisüti azt. És tönkre vágja gyakorlatilag a számítógépnek az USB portját, és azon keresztül gyakorlatilag az alaplapját. Tehát, ha mondjuk egy laptopról van szó, akkor az így shift-del kuka. Lehet is a kukába, mert hát abban a alaplap csere az annyiba kerül, mint egy laptop, és van is itt egy videó, amiben ezt nagyon gyönyörűen prezentálják is nekünk, tehát itt van éppenséggel egy számítógép, látszik is, kiteszem full screenbe csak azért, hogy még jobban látszódjon, igen. És itt az emberünk rádugja ezt a pendrive-ot, tehát ezt az USB killert, és mint látjátok, tyum, köszönjük szépen! Volt számítógép, nincs számítógép. És itt próbálja az űrge ugye bekapcsolni, akkumulátort is megnézni, minden rendben van, tápot fog mindjárt rácsatlakoztatni egyébként, de nem tud vele mit kezdeni, hiszen tönkre rakta ez az USB killer troll meghajtó gyakorlatilag a számítógépet. Gyönyörű, mi? Úgyhogy így vigyázzunk arra, hogy mit dugunk bele a számítógépünkbe. Jó, tehát hogyha valakitől kapunk egy pendrive-t, hogy itt van, ezen hoztam neked a dokumentumokat,
Küldd el inkább e-mailbe, én ezt szoktam mondani. Amúgy is, tehát hogy nehogy már itt USB-ket kelljen dugdosni a 90-es években. Hát az előbb még ott tartottunk, még kell egy kicsit időt utaznom. Szóval a 2015-ös évben azért azt gondolom, hogy most már a digitális tartalom az jobb, ha netről jön. Nem mintha abba kevesebb veszély lenne, de még mindig jobb, mint hogyha az emberek tönkre rakja a számítógépet. Úgyhogy Steve, soha többet nem adhatsz nekem pendrive-on semmit, jó? Úgyhogy te nem is nagyon szoktál, de tényleg inkább átküldöd e-mailbe, hogyha van valami. Következő hírünk pedig Windows 10-zel kapcsolatos. Képzeljétek el, a Windows 10-ben már lehet Windows 10-et futtatni, amely tud egy Windows 10-et futtatni, amely szintén tud egy Windows 10-et futtatni, és így a végtelenségig. Tehát gyakorlatilag virtuális gépként is használható alapesetben. A Microsoft a héten kiadott új Windows 10-es előzetese a régi Windowsok kulcsainak elfogadása mellett egy másik érdekes újdonsággal is rendelkezik. Ugye erről beszéltünk tegnap, hogy 7-es és 8-as kódokkal is fel lehet most már tenni az új 10.5.6.65-ös build számmal ellátott Windows verziót. Ez egy insider verzió, de hamarosan nagy valószínűséggel a végleges stabil verzióba is bele fog kerülni. Ebben a Windowsban, tehát a 10.565-ös build számú Windows 10-ben ugyanis lehetőség van egy másik Windows 10 futtatására úgy, hogy azon egy harmadik, sőt akár egy negyedik, ötödik és így tovább Windows 10 is fut. Mindez az új verzióban bemutatkozó, úgynevezett egymásba ágyazott, azaz nested, ha valaki esetlegesen találkozik ezzel a kifejezéssel, virtualizáció teszi lehetővé, aminek köszönhetően a gazda rendszer felett futó vendégrendszerben is elérhetővé válnak, illetve maradnak a virtualizáció szolgáltatások, amik révén utóbbi maga is gazda rendszeri szerepbe léphet. Ennek révén pedig akár benne is nyithatók újabb virtuális környezetek, amikben további virtuális rendszerek futtathatók. Tehát a virtuális környezetnek a virtuális környezete. Értitek? Egy idő után mondjuk ez szerintem elég hardware igényes, de részben működik. Itt van is egy kép, ahol ezt éppenséggel itt prezentálják, tehát itt látszik is, hogy egy virtuális gépen fut egy virtuális gép, amelyben fut egy virtuális gép. Oké? Hát... Eddig voltak a tesztelők hajlandóak elmenni. Egyelőre csak kísérleti stádiumban érhetőek el az új funkciók. A Windows 10 alatt tehát egyszerre több virtualizációs technológiát is használhatunk, vagy egyetlen virtuális gépben egy egész gépparkot is virtualizálhatunk. Vagy akár ugye le is állíthatjuk. Tehát ez a lényege ezeknek egyébként a virtuális környezetben futtatható operációs rendszereknek. Amúgy is, tehát ez nem újdonság, de az, hogy a rendszer ezt natív tudja, az viszont újdonság azért. Tehát le a kalappal megint csak a fejlesztőket, hiszen eddig is voltak VMware, meg VirtualBox, ugye, amiben lehetett futtatni, mondjuk egy Windows alól Linuxot, vagy fordítva, tehát Linux alól egy Windows-t, és gyakorlatilag natíve futott, tehát ez nem egy emulált megoldás, hanem ténylegesen fut, sőt, akár ugye többet is, ez erőforrás kérdése innentől kezdve, és ugye pont ez a lényege itt az egésznek, hogy mondjuk az egyik rendszerünk lefagyott, mert ugye előfordulhat. Hát fogjuk, azt újraindítjuk, de nem kell az egész számítógépet újraindítani hozzá, hiszen magát a gépet valószínűleg nem fogja befagyasztani, legalábbis ha hardverileg minden oké a géppel, akkor nem szokott fagyni egy op rendszer, tehát ez is már így a 2000-es évek, meg a 90-es évekből maradt ez így ránk, hogy na a Windows az kifagy, állandóan fagy, ugye? Tehát ez is ilyen... Hát nem tudom, ma már nem állja meg a helyét, tehát én nagyon rég láttam Windows-t lefagyni. Ha lefagy, mert azért láttam, tehát most hazudok, ha azt mondom, nem láttam, annak hardveres okai voltak, tehát valamilyen eszköz meghibásodott benne. Akkor lefagy. De amúgy szoftver miatt nem nagyon szokott szerintem, bár biztos, hogy van olyan közületek, aki azért tudna produkálni érdekes dolgokat, ugye bár a gépén. Na, de például, tehát hogyha egy virtuális környezetben lefagy az adott virtuális környezet, akkor fogjuk és újraindítjuk, de magát csak a virtuális gépet indítjuk újra, tehát ergo simán egy bármilyen rendszert tudunk rebootolni, úgy, hogy igazából a gazda rendszer az tökéletesen működik továbbiakban is. Ezt egyébként nagyon sok helyen használják, szerver parkokban, szerver farmoknál is használják ezeket a virtuális környezeteket egyébként, pont abból a célból, hogy létrehoznak egy hardvert, tehát egy virtuális hardware gyakorlatilag, elég hülye hangzik, de így van, és akkor azt bérelheted ki. Tehát vannak nagyon nagy teljesítményű számítógépek, nevezhetjük őket akár szuper számítógépeknek is, és azokon belül csinálnak virtuális gépeket.
webszervernek, ennek, annak, amannak, amiket egyébként bármelyik nagyobb internet szolgáltatónál, vagy szerver hotelben, hogyha el szeretnétek helyezni egy gépet mondjuk, akkor nem muszáj egy komplett gépet nektek oda bevinni, hanem bérelhettek virtuális gépet is, és akkor egy ilyen nagy számítógépből kaptok egy erőforrást, amely egy ilyen virtuális környezetben fut, de gyakorlatilag ez kifelé úgy látszik, mintha ez egy önálló számítógép lenne, tehát pont ez a lényeg a virtuális környezetnek, hogy effektíve akár a kiszolgáló rész oldalról, tehát a kiszolgálói oldalról nézve, ez teljesen egy önálló számítógépként funkcionál. Jó? De mégis ez egy virtuális gép. Na, az újítás használatához egyébként az úgynevezett VTX-et támogató Intel processzorokra van szükség, AMD lapkákon egyelőre továbbra is csak egyszintű virtualizáció érhető el, tehát ott még ez az úgynevezett VTX támogatás nincs, ez az újabb Intel processzoroknak a sajátossága csak, tehát ez a funkció, amit egyébként a Windows 10 is támogat, ez erre épül, tehát nagy valószínűséggel ez AMD-s gépeken nem fog működni. Ott tessék a VirtualBox-ot használni, a VirtualBox az tud úgy emulálni, hát nem is emulálni, nem úgy virtualizációs környezetet csinálni, nem ezt a technológiát használja, ezt is tudja, de ott többfélét is lehet használni, és van olyan, ami AMD-hez is jó. Jó, ez nagy valószínűséggel nem, ez az Intelre hajaz egyelőre. Oké, okay. Na, hát ennyi gyakorlatilag. Aztán, ha van még hírünk, akkor mindenképpen... Ja, még egy fontos, bocsánat, még egy, ezt ne hagyjuk ki semmiképpen sem. Ez pedig, ugye tegnap beszéltünk a patch-kedről, amely ked nem volt igazából, de tegnap beszéltünk róla. Most úgy néz ki, hogy javítottak még egy-két hibát, tehát rendkívüli kiadás is történt. Úgyhogy mindenképpen tessék frissíteni a számítógépeteket, mert kimaradt egy-két frissítés, és ezeket most pótolták, tehát újabb hibajavításokat eszközöltek a Windows-on, méghozzá három kritikus besorolású biztonsági hibát javítottak a mai nap folyamán, tehát ezt nagy valószínűséggel ma-holnap mindenkinek meg kell kapni, aki frissít, úgyhogy tessék frissíteni, nehogy ki legyen téve a számítógépetek valamiféle veszélynek. Jó, és újraindítást igényel ez a frissítés, tehát ezt azért emelném így külön ki, tehát ha valaki ezt szerveren teszi, vagy olyan gépen, amin éppen dolgozik, és mondjuk olyan munkát végez, aminél nem célszerű, a számítógép nem megy, akkor ő csak később végezze el ezt a frissítést, de arra fel kell készülni, hogy újra kell hozzáindítani a számítógépet, tehát mindenképpen úgy készüljetek a frissítéskor. Jó, no, hát akkor nézzük, mi a helyzet. A Facebookon érkezhetnek a kérdések, belépek a Skype-ba is, Steve-nek a kezében van már a telefon, Marika néninek üzennénk, aki a hangpostánkon hagyott üzenetet, mert hogy azt hiszem 10 csörgés után nem veszik, a hangpostára megy a telefonunk, hogy a Bóta Cafét a szerda este 9 órakor van, tehát ma délután nem tud kérdezni a Bóta úrtól. Jó, tehát ezt úgy egyébként is mondanám, és a Restartban sem tudtok egyébként reggel 8-kor kérdezni, rengeteg hívás szokott reggel is érkezni, ott a logó alatt itt ki szokott lenni írva, hogy ismétlés, ha azt látjátok, akkor logikus módon nem vagyok itt, és nem tudtok telefonálni, este 7 és 8 között viszont hétköznaponként annál inkább várom a hívásokat, és van is egy telefonálónk, úgyhogy akkor vele kezdjük el a mai adást. Halló, halló, szia! Halló, szia! Szia! Szia Tibi, parancsolj! Szia, kérek szépen rád egy kis hangot, mert nem hallak. Mindjárt a Steve megoldja, igen. Köszönöm szépen. A mobiltelefonokhoz szeretnék hozzászólni. Na, már veszem sok kezembe az enyém. Én még azért arra is emlékszem, hogy bizony hiába volt meg a telefonszámod, valószínű, hogy csak másnap működött. Már hogy értve? Hát úgy, hogy volt egy olyan idő, hogy sorba kellett ért állni, és az aktiválás idő az 24 óra volt. Ja, hát igen. Hát sőt, én jobbat mondok neked, nem volt otthon térerő. Tehát nekem első körben csak a városban, illetve kimentem az utcára, akkor tudtam már telefonálni, akkor ilyen kis nagyon pici térerő volt, én ugye a Perem kerületben lakom, és ott valahogy nem volt térerő. Úgyhogy én a belvárosban tudtam telefonálni, meg az utcán már úgy valami sejlett, valami kis térerő, de bementem a házba, a kuka, tehát a telefont ki is kapcsolhattam, mert annyira nem volt térerő. Igen. És voltak ezek a bőröm nagy telefonok, ezek a táskák. Igen, hát az ugye a régi rendszer, bár egyébként szerintem a GSM-ből is volt olyan, ami még ilyen nagyobb
hogy mondjam, formájú telefon igen. volt, de ugye a GSM-nél már azért igyekeztek a zsebtelefonokat, tehát a pocketfonokat, hogy mondjam, tehát hogy azokkal már, azokkal szolgálni, de előtte, tehát valóban a 450-es rendszernél, ami még ugye a Vestel 0660-as volt, ott még leginkább ilyen táskatelefonok voltak. Igen, és az én első telefonom Nokia 1611-es volt. 16-11-es. Az ilyen fekete volt, nem? És nagy. Tehát viszonylag nagy. Mondjuk azt, hogy egy gyönyörű szép barna színű volt az ennyi. Igen, barna is volt belőle, tényleg. Uh-huh. És volt rajta egy antenna. Igen. Hát igen, az antenna az régen kellett, mert most már ugye be van építve, meg ugye sokkal kisebb adóteljesítmény is bőven elegendő a kommunikációhoz. Hát akkoriban azért pont azért, mert ritkábban voltak ugye a cellaállomások elhelyezve, ezért a beépített antennával nem sokra ment az ember, ezért volt az, hogy a legtöbb telefonon ilyen kihúzhatós vagy kinyithatós antenna azért úgy volt. Igen, és hogyha visszaemlékszünk, azért azokkal a telefonokkal lehetett beszélni másfél-két órát is. És lemerült. Igen, hát ha jól emlékszem, igen, az én kis Motorola Flare-em is, ha 8 órát bírt, akkor már sokat mondok, ugye amúgy is. Hát és iszonyúan sugárzott, tehát azokra a telefonokra valóban igaz volt az, hogy amire ugye az embereket szokták riogatni, hogy a mobiltelefon agyrákot okoz meg ilyenek, hát akkor azokban, ha jól emlékszem, akkor ilyen 2 wattos adóteljesítmény volt, de lehet, hogy még nagyobb. Tehát az bizony tényleg sugárzott elég durván rendesen, de hát kellett is, mert ugye nem voltak ennyire sűrűn cellaállomások, mint most. Tehát sokkal messzebbre kellett fölcsatlakozni a telefonnak. Hát manapság meg már tényleg minden utcában legalább 3 cellaállomás van, tehát olyan nagyon messzire nem kell sugározni a telefonnak, tehát jóval kisebb adóteljesítménnyel működnek, ezért nincs is szükség arra, hogy külső antenna csatlakozás legyen rajtuk. Van olyan telefon, ami már nincs is erre lehetőség, viszont egy csomó telefonon még van. Így van. És akkor az utolsó kérdésem az volna, hogy kipróbáltad-e már a új Androidot? Igen, már ez van, a hétvégén föltettem, úgyhogy azóta már az van az én telómon is. Hát amit első körbe észrevettem, más különbséget egyébként nem nagyon vettem észre eddig. Egy nagyon picit másképp működik, mint hogyha más lenne a dinamikája picit, az áttűnések meg ilyesmikben, mint hogyha lenne változás. De ami a legfontosabb az, hogy nagyon sokáig bírja az aksia. Mondjuk ez annak is köszönhető szerintem, hogy teljesen nulláról raktam újra, tehát nem lefrissítettem, hanem teljesen újra húztam a telefont. De hát nekem egy olyan másfélszeresére növekedett az üzemidő. Az korrekt, igen. Abszolút, tehát most is meg tudom neked mondani. Kérlek szépen, megmondom, hogy áll az aksim. 65%-on áll az aksim, és szerintem ilyen reggel 10-kor szedtem le a töltőről, és azért ma elég sokat használtam. Lassan 7:30 van. Ahhoz képest 65% az nem olyan rossz. Így van. Mert hogy mondtad, hogy én is tesztelgessem, meg nézegessem, de most én inkább beszédre használom, és viszont ilyen 3 naponta kell szokni. Aha. Hát jó, hát hogyha az ember nem nyomogatja úgymond annyit, meg nem használja, akkor persze bírja azt tovább is. De na, én mondjuk egy ilyen átlag felhasználó vagyok, és nekem ez így tökéletesen elég, mert bőven kibírja estig, vagy akár ha elfelejtem feldugni, akkor holnap délelőttig is akár simán működik. Igen, de a beszédnél is megnőtt az aksi teljesítmény, tehát hogy ott is érezhető. Igen. Mert hogy én nekem ugye vannak más készülőkeim, és inkább azokon netezett, mert azok meg jobban bírják az aksit. Uh-huh. Ezzel én inkább játszadozni szoktam, ennyi. Na, jól van, Tibi. Mármint, hogy a szoftverekkel, de semmi íze, tehát abszolút jó lett ez a verzió. Igen, szerintem is ezt most eltalálták, úgyhogy tartsa meg a Google eme jó szokását. Így van. Jól van, köszönöm, jó, Tibi. Köszönöm, munkát, köszönöm. Meg jó műsor. Szia. No, kérem szépen, nézzük a kérdéseket, mert hogy érkeztek azok is. Azt mondja, hogy Dávid, szia Vendi, a Windows 10-ben eltűnt a képnézegető, és minden képet a Paint-tel nyit meg, hogyan tudnám visszahozni. Hát nem tudom, hogy tehát eltűnni, csak úgy nem tűnnek el. Tehát nem lehet, hogy ahhoz társítottad hozzá. Tehát rákattintottad egy képre, valamiért nem akarta megnyitni, és hozzá társítottad a Paint-et, mert akkor lehet, hogy mostantól kezdve mindig azzal nyitja meg. De egyébként meg alapértelmezetten, és az elég zavaró, mert ugye régen a Windows 7-ben, meg a Windows XP-ben
valószínűleg a 8-ban is, de arról esküszöm, az nekem így kimarad. Tehát, hogy nézzétek el, nekem mindig a 7-tel példálózom, mert 8-at körülbelül egy hétig használtam. Tehát, hogy igazából nem sok tapasztalatom van vele. Most a 10-ben már azért van, és mivel a 10 azért sokban hasonlít a 8-hoz, de azért több a benne a 7-es szokás is, hogy úgymond pont ezért tetszik. De tehát visszakanyarodva erre a kérdésre, hogy a Windows 10-nél belekerült egy ilyen, nem is tudom minek nevezni, nem fénykép nézeget, hogy mindjárt megmondom ennek pontosan mi a neve. Csak keresnem kell akkor itt egy fotót, amit éppenséggel meg tudok nyitni. Csak pont szerintem törölgettem itt a gépemről, és nem biztos, hogy vannak itt kép. Na hát például ez a kép, amit itt az előbb erre a Nokia telefonról mutattam. Tehát simán a fényképek alkalmazásként nyitja meg. Nekem alapértelmezettem. Tehát nekem ezzel az a bajom, hogy ez a villámnézet hiányzik belőle, ami régen volt. Tehát, hogy a Windows-os úgymond ilyen villámnézet, de azt is elő lehet hívni, mert az ember jobb gombot nyom az adott képen, akkor gyakorlatilag a társításnál meg tudod mondani, hogy mivel akarod megnyitni. És benne van a Windows fényképnézegető, tehát a régi Windows-os fényképnézegető, és itt a fejem mellett látjátok, most nagyban nem érdekes annyira megmutatni, de tudjátok úgyis, hogy miről beszélek. Hanem ugye alapértelmezettem most már a fényképek applikáció nyitja meg, tehát egy appban nyílik meg, nem pedig programban, de ha akarod, akkor a társításnál hozzá tudod társítani újra a Windows fénykép nézegető nevezetű programot, ami a régi, gyakorlatilag szerintem az XP-ben is ez van benne, vagy lehet, hogy a 7-esben, lehet, hogy az XP-ben még nem ez van, a 7-esben van ez benne. Ezzel tudod megnyitni, hát ugye a Paint-el meg szerkeszteni, illetve ebbe a fényképekbe van olyan opció, hogyha rámész itt jobb felül, akkor mégiscsak megmutatom, szerintem, hogy lássátok, hogy miről beszélek, igen, csak akkor ezt itt leszedem, ja nem is kell annyira leszedni, mert igazából látszik, tehát ha itt rámész erre, akkor itt a szerkesztésre, ha rámész, akkor gyakorlatilag ilyen effekteket, szűrőket rá lehet pulszban pakolni, és akkor itt látszik is, hogy változik valamennyire, tehát olyas, mint az Instagram, tehát lehet így ilyen vinyettát rárakni, fekete-fehéríteni, most visszateszem színesről, azért mégis úgy, de mit tudom én, itt vannak itt oldalt ilyen fényviszonyok, akkor itt lehet állítgatni a kontrasztját szépen, hogy mennyire legyen kontrasztos, ugyanezt a fényes részeket ki lehet emelni, vagy pontot sötétíteni lehet, nem tudom, ez mennyire látszik, valamennyire látszik, ugyanis legrácsi az árnyékokkal, tehát tudod effektelgetni a képet alapból, és akkor nyomsz egy mentést, akkor ilyen formátumba fogja gyakorlatilag elmenteni. Jó? Tehát szerintem annyira ez nem rossz, de tény, hogyha csak gyorsan akarsz egy-egy képet megnézni, akkor a régi Windows-os fényképnézegető az sokkal célszerűbb. Tehát társítsd hozzá magyarul a képekhez ezt, és akkor onnantól kezdve jók leszünk. Na, menjünk tovább. Zsolti kérdezi, hogy miért nem egységes teló számok vannak, jobbak voltak a 6-jegyű számok, mint a mostaniak, amúgy az első telóm egy 21-10-es Nokia volt. Egyébként arról beszéltem, ha jól emlékszem, az első ilyen komolyabb készülék, amely már GSM készülék volt, az a 21-10-es Nokia volt, igen. Tehát az abban a korban volt, amikor az Ericssonnak volt a 337-es, az ők voltak a nagy vetétás. Ez már nem az első generáció, hanem ez már a többedik generáció, talán ez a 96-os, 97-es év környéke, amikor ezek a készülékek kijöttek, de most nem akarok hülyeséget mondani, de akkoriban én tudom, hogy hát most ezt így nem, hát végül is kimondom, Ericsson párti voltam, tehát inkább az Ericssont erősítettem, Ericssonosok táborát erősítettem, meg akkor még voltak a Nokiások, ugye? Manapság meg most már annyi gyártóval, hogy gyakorlatilag lehet ezen idézete vitatkozni, de vannak az iPhone-osok és az Androidosok, amikor a kettő nem is hasonlítható össze ilyen szinten, mert az egyik egy operációs rendszer, a másik meg egy telefontípus, ugyebár, tehát gyakorlatilag értelmetlen ebből a szempontból összehasonlítani. Egyébként van egy jó cikk az android.hu-n ezzel kapcsolatban, hogy miért van nehéz helyzetben az Android. Ugye, amit én már rengetegszer mondtam nektek, hogy ugye egy több gyártó
gyártónak kell, vagy több gyártó különböző típusú készülékeire kell rá, hogy mondjam, szabni egy operációs rendszert, ezért van igazából nehezebb dolga a Google-nek az Android kapcsán, míg az iPhone esetén ugye pár tucat telefonról, illetve táblagépről beszélünk, és azért ott kicsit egyszerűbb kompatibilitást csinálni, hogy úgy mondjam, mint az Android esetén a különböző gyártóknak a különböző készülékeivel. Nagyon jó kis kifejtős cikk van ezzel kapcsolatban az android.hu-n, olvassátok el nyugodtan, iPhone-osok is nyugodtan elolvashatják, jó? Tehát ettől függetlenül. Jó cikk. Jó. Aztán tévedni emberi dolog, a számítógépet hibáztatni még emberibb, és ezzel kapcsolatban itt van egy vicces képünk. Hát igen, ezt azért úgy valóban így van. Ilyet ne csináljunk. Tehát nem minden esetben a számítógép a hibás, sőt, el kell, hogy mondjam, hogy az esetek nagy részében nem a számítógép a hibás, még ha a számítógép úgymond hülyeségeket is csinál, annak megvan az oka. Vírusos, vagy rosszul adtuk meg neki, hogy mit csinálja, tehát rosszul parancsoltunk neki, hiszen mi emberek programozzuk, mi emberek utasítgatjuk a számítógépeket különböző feladatra, tehát a számítógép nem azt csinálja, amit mi szeretnénk, az vagy valami meghibásodás, ból kifolyólag van, vagy mi adtunk neki rossz utasításokat. Tehát nem a számítógépet kell szétverni, hanem egy kicsit gondolkodni kell. Mondom ezt én, aki egyébként, ha néha, tehát engem nem szeretnek a hardverek egyébként. Tehát én hardverből azért vagyok rossz, mert iszonyúan, hogy mondjam, nincs türelmem néha a babra munkákhoz. Tehát, hogy már úgy értem a babra munkát, hogy mondjuk egy számítógépet össze tudom rakni, csak általában néha elfelejtek dolgokat, csodálkozom, miért nem működik, hamar felmegy a pumpa, és akkor én is lehet, hogy csinálok ilyet. Tehát jobb, ha én nem szerelek számítógépet, ezt higgyétek el nekem. De szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ezt inkább szakemberre bízom, hogy nem is szakemberre, mert szakembernek még talán nem nagy képűség azt mondani, hogy én is értek hozzá, tehát szakembernek itt vagyok én, de esküszöm, anyukámmal előbb összeszereltetem a számítógépet, mert ő neki van türelme hozzá, és egyébként anyukám is műszaki beállítottságú, tehát nem is áll tőle nagyon messze ez a történet. Tehát volt már olyan, hogy nekem egy videókártyámnak talán a VGA csatlakozója még egy pár évvel ezelőtt kicsit kilazult, hát jó minőségű forrasztás volt benne. És anyukám műszerész révén egyébként nagyon jól tud forrasztani, és megkértem anyukámat, hogy forrassza már ugyan nekem vissza, és gyönyörűen szépen visszaforrasztotta. Tehát, hogy ilyen szinten volt kitől örökölnöm, úgy érzem ezt a fajta beállítottságot, és anyukámtól örököltem, mert egyébként apám is műszaki beállítottságú volt, csak ő inkább az autók, motorok, ilyesmi területen volt jobban képbe. Ő például mozdonyt szerelt annak idején. Na, Isten nyugasztalja őt. Nos, menjünk tovább, azt mondja, hogy van telefonunk? Akkor telefonálónkkal folytatjuk. Halló, halló, szia! Szia, Norbi vagyok. Halló, Norbi, parancsolj! Azt szeretném kérdezni, hogy van egy laptopom, és rajta előre telepített Windows 8.1 Bing fut. Uh-huh. Viszont most tegnap vagy tegnap előtt volt a Windowsnak egy új service pack, és ugye én azt nem tudom, azt telepíteni kellett, mert ugye rákérdez, hogy kikapcsolásnál, hogy frissíti, meg ilyenek. Uh-huh. De az a lényeg, hogy amióta frissítve lett, és bepróbálom kapcsolni a Windows-t, ilyen hibaüzenetet ír ki. Aha. Én ezt elküldtem neked Facebookra. Igen? Na várjál, aha, megvan közben a Horváth Norbi, igen, azt mondja, hogy tehát... Smiley van rajta. Igen, unsmiley ráadásul, tehát hogy valaminek nem örül. Hát igen, ez olyan hardveres hiba, ha jól látom. Tehát ez a kék halálnak a Windows 8-as megfelelője. De ezt nem értem, szóval eredeti Windows, eredeti service pack-kal, és akkor most... Igen, ez nem valószínű, hogy Windows-os hiba, bár lehet Windows-os hiba, és itt valami, nem akarlak hogy mondjam, megrémíteni, de ez ilyen hardveres hibára utal. Már csak azért is, mert a kék halál az leginkább akkor jön elő, ha valamilyen hardverrel van valami gond, vagy valamilyen driverrel. Tehát még nem feltétlenül a hardware, de a hardverhez tartozó illesztő programnak a hibája is okozhatja ezt. Mert ugye ez azóta van, konkrétan azóta, hogy mióta frissítve lett. Mindig úgy szokott, hogy kikapcsol, akkor frissít, mikor meg visszakapcsol, akkor így elkezdi százalékokba számolni, és az megszakadt, és akkor jött be ez a kék üzenet. Aha. Húha! Mert hogyha elviszem a szervizbe, tudom, hogy visszateszik nekem a Windows, mivel jótállás is van rá, csak hát mire megyek vele, hogyha nem frissíthetem?
Hát kéne frissítened, sőt tovább megyek, hogy ugye most 8-1-et használsz, ha eredeti, igen, meg friss a géped, akkor igazából már 10-et is föl tudnád rakni. Én javasolnám is. Hát én még attól egy kicsit tartok. Sokan, de nem kell tőle tartani, szerintem. Tehát jobb, mint a 8. Ebben biztos vagyok. Tehát ezt merem az mondani. Az igazság, hogy nekem előzőleg XP volt, és gyakorlatilag ezzel 3 másodperc alatt betöltődik a Windows. A Windows 10-nél ugyanez a helyzet, jó, sőt, még talán még gyorsabb. Tehát tényleg nem kell ettől félni. Tehát ez a legújabb rendszer, ami, tehát azokon a gépeken, amiken egy 8 elfut, azon a 10 még jobban fog futni. Hát viszont most ezen a 8.1 sem fut el. Igen, látom, illetve gondolom, viszont mondom, ennek valami oka van. Tehát én nagyon gyanakszom így első körben arra, hogy vagy valami memória hibád van, vagy vinyó hiba. Ja, igen, tegnap, mikor kijött ez az üzenet 3-szor egymás után, mert ugye próbálkoztam mindig, betöltődött a Windows, sőt, ma is betöltődött, most így ilyen 6 órakor kezdődött megint előről, hogy nem tudom bekapcsolni. Hajjaj! Hát figyelj, első körben adatokkal tele a gép, fogadjunk, és nincs lementve semmi, mi? Nincs. Aha. Mert én azt javasolnám először, hogy szerintem gyalulj le a gépet, és próbáld meg újra húzni a Windows-t rá. Ez előre telepített Windows. Hát az nem baj, tehát attól annak van egy recovery, amiből ezt az egészet újra lehet telepíteni. Tehát gyári beállításokra. Vagy meghajtót ír ki, vagy pendrive-ot. Aha. Nincs, és magában akció, már néztem direkt. És magában a Windows, hát akkor úgy szokták megoldani, hogy a Windows-ban van benne maga a telepítő, és azt egy program, egy utility segítségével, tehát valahol kell, hogy legyen benne egy olyan utility szoftver, aminek segítségével ezt ki lehet írni egy pendrive-ra, vagy egy DVD-re, és akkor onnantól kezdve arról tudod majd telepíteni. De egyébként javasolnék egy Windows 10-et ettől függetlenül, viszont ettől ez nem fog megoldódni, mert ha ez hardveres hiba, akkor ugye csak itt lehetne ezt kideríteni, mert hogyha újrahúzod a rendszert, és az onnantól kezdve jól működik, akkor nem hardveres hiba volt. Viszont hogyha már a friss rendszer is ugyanezt produkálja, akkor viszont hardveres hiba van. Tehát, hogy mondom, a memória meg a vinyó szokott első körben ilyesmiket csinálni. Nem szokott lassú lenni, amúgy a gépet? Tessék. Nem szokott olyat csinálni, hogy belassul egyébként, amikor nem, működik? Nem, egyáltalán nem. Főleg, hogy nem is használom ilyen játékokra, meg ilyesmire. Uh-huh. És gyors gép, szóval, hát meg ráadásul új. Uh-huh. Szóval. Tehát akkor magyarul most bekapcsolod, és rögtön csak ez fogad téged? Tehát rögtön kék alá? Nem, próbálkozik. Először láttam, hogy próbálkozott telepíteni azt a frissítést, amit ő előzőleg letöltött, de az megszakad. Aha. Aha. Hát, az a baj, ezt így nagyon láthatatlanban ezt így elég nehéz kezelni, de nem tudok rá mit mondani. Tehát az a baj, hogy tényleg egy megszakadt frissítés, lehet, hogy pont egy olyan kritikus frissítésről beszélünk, ami rendszerfájlokat cserélget, és hogyha ez nem tudja rendesen lefrissíteni. Kiírta a Windows, hogy fontos frissítés, mert a leállításnál ott volt mellette, hogy frissít. Aha. Igen. Ezért mondom, hogy ha azt nem tudta lefrissíteni rendesen, akkor lehet, hogy meghibásodott maga a rendszered, tehát a rendszer fájlokban van hiba, és ezért nem tud betöltődni, és akkor beáll egy ilyen loop. Tehát, hogy elindul, próbál tölteni, majd nem sikerül, újraindítod, megint kezdődik előről, és nem tölt be a rendszer. Csökkentett módot tudsz még esetleg. Ugye a bootoláskor nyomod az F8-at, akkor be lehet lépni csökkentett módba, és esetlegesen onnan megpróbálni elindítani. Van olyan kis menü, hogy troubleshoot, és benne van ilyen advanced opció, na, vagy... Igen, erre gondoltam. Láttam. Erre gondoltam, tehát ott abba kéne valahogy megpróbálni bebootolni, hát ha be tud. Hát ha nem tud, akkor viszont semmit nem tudsz vele csinálni, csak és kizárólag újrahúzni. Csak akkor le kell menteni valahogy az adatokat, tehát ki kell venni akkor ebbe a gépbe a vinyót, át kell tenni egy másik gépbe, le kell menteni az adatokat, és akkor utána teljesen gyárilag újra húzni rá egy Windows-t valahogy. Hát gond nem lesz, mert végül is van rá jó utálás inkább. Hát figyelj, igen, ha a garanciális, akkor lehet, hogy ezt jobb, ha a szervizben csinálják neked, illetve hát mondd meg nekik, hogy ezt így vizsgálják felül, mert itt valami hardware hibára gyanakodsz, akkor mondd azt nyugodtan, hogy neked azt mondták, hogy hardware hiba, mert mondom, tehát kék halál az leginkább hardware hiba esetén szokott előjönni. Azt mondjuk nem tudtam, hogy ez kék halál, csak már oda ez a kék halál. Egy smiley-t. Igen, mert ez, hát a Windows 8-ban már ez a kék halál. Aha. Jó. Jó?
Jó, köszi szépen, hogyha hát meg nem valaki, akik nézik a műsort, hogy belefutottak-e ilyesmibe, jó lenne, hogyha írnának. Oké, okay, rendicek. Akkor feldobjuk a kérdést, ahogy ezt szoktam mondani. Ha valaki tud segíteni, akkor a Facebookon is írtad ezt a kérdést, úgyhogy oda alá tudnak neked posztolni jó hozzászólásban. Jó, nagyon reméljük, szépen, köszönöm. Kapsz választ. Igen. Én is köszönöm, hogy hívtál. Halihó, szia! És megyünk tovább. Gábor is az első mobiltelefonját, Motorola M3888-as telefont posztolta itt ki nekünk. Nézd meg az aksit, úgy tudom, ebbe még ceruzelemet is lehetett rakni. Ja igen, tényleg. Vagy hát nem biztos, hogy ebbe, de voltak olyan telefonok. Nekem a anyumnak volt olyan telefonja, Siemens, azt hiszem, amiben lehetett, azt, lehet, hogy ebbe is, ezt most így nem tudom, mert ez mintha aksi lenne, és nem úgy néz ki, mintha elemes megoldás lenne. De voltak olyan telefonok egyébként, ebben valóban. Tehát, hogy olyan aksi volt, amit gyakorlatilag ki tudtál cserélni ceruzaelemre. Teszem hozzá, a mostani otthoni vezeték nélküli, de tehát vezetékes telefon, amihez vezeték nélküli készülék van csatlakoztatva, így szerintem érthető. Na, abban is olyan aksi van egyébként, amit ki lehet cserélni ceruzaelemre. Mert hogy pont az a gond egyébként, hogy már elég régi, és pont voltam valamelyik nap a híradás technikai áruházba, hogy na, akkor veszek hozzá új aksit. És mivel ilyen elég szabványos, tehát gyakorlatilag úgy néz ki az aksia, hogy két darab tölthető fotóelem, összeragasztva, ugye, és akkor van, át van így, hogy hívják ezt, na, words don't come easy, tehát, hogy igen, át van patkolva, hogy úgy mondjam, és akkor gyakorlatilag ahhoz van egy ilyen kis csatlakozó csatlakoztatva, és azt lehet bedugni a telefonba, de hogy a készülékbe, és akkor ez működik. És azt mondták, hogy hát ezt felejtsem el, mert ilyen már nincsen. Hát mondom, akkor veszek két darab tölthető fotóelemet, összepatkolom őket, ráforrasztom ezt a csatlakozót, és megvan oldva. És ez a megoldás egyébként, valamikor meg kell ezt is csinálnom. Hát ha nem lehet hozzá kapni, és ugye ezt a modellt, mivel nem mai darab, már nem lehet kapni, ha lehetne is hozzá aksit kapni, azt mondta nekem ott az eladó, hogy hát olyan 3-4 ezer forintba kerül. Na most annyiból vesz az ember egy új cordless telefont, nem? Tehát de most komolyan, mert annál többet nem ér. És ennyiért már lehet újat kapni, tehát itt látszik, hogy igazából ezek tényleg annyira tucat termékek, hogy ha tönkre megy, ki kell dobni, azt köszönjük, venni másikat. Tehát. Jó, Bárány Zolinak is 21-10-es Nokiája volt, Sidnek 110-es Nokiája volt. Igen, Gergő, Hali, egy Hello Wendy, ha van 30 000 forintom, abból milyen informatikai cuccot érdemes venni, amiből lehet keresni. Megveszem a legolcsóbbat és eladom drágábban, drágább elven, köszi. Hát Gergő, hát ha ügyes vagy és be tudsz palizni bárkit, akkor bármiből meg tudod ezt csinálni, már bocsánat, hogy ezt mondom, de tehát, hogy nem tudom, én nem értek az ilyen seftelésekhez. Tehát én nekem, ha kell valami, akkor meg szoktam venni, hát persze az ember figyel az árra, hogy most akkor ha túl drága valami, és arra nincs pénzem, akkor nem biztos, hogy megveszem inkább az olcsóbbat, hanem akkor még gyűjtögetek inkább pénzt. Ha már olcsóbbat veszek, most pont beszívtam, hogy mondják ezt? Nem, az a baj, hogy néha vannak olyan szavak, amiket megalkot az ember, csak egy tévéadásban nem lehet kimondani. Megszívtam, na, megszívtam egy autórádióval, rendeltem a neten egy autórádiót, hát nem törött a kijelzője. Most küldhetem vissza. Ennyi. Mert hogy gondoltam, hogy az ilyen autókihangosítós történet, már elegem van abból, hogy 60 csatlakozót így Bluetooth beállít meg, nem tudom. Elegem volt abból, hogy ilyen FM transmitterre viszi át. Tehát, hogy kicsit egyszerűbbet akartam. Na, onnan veszek egy ilyet, és pont elém dobott a múltkor a Facebookon egy hirdetést egyébként a Facebook. Na, mondom, ez tök jó, egy kis kínai csoda, nem kell tőle túl sokat várni, de arra, amire kell, arra tökéletesen jó lesz, pár ezer forint. Na, mondom, megveszem. Megrendeltem, kihoztam a futárt, nyitom ki, hogy na, akkor megyek és szerelem bele a kocsimba. Aha, be van törve a kijelzője. Úgyhogy gyönyörű. Na, mindegy, tehát erre is azért figyelni kell. Visszakanyarodva a Gergő a kérdésedre, tehát, hogy 30 ezer forintban milyen informatikai cuccot érdemes velemből keresni is lehet, hát nem tudom. Tehát, hogy táblagépet, valami egyszerűbb táblagépet lehet ennyiért kapni, gondolom én.
sőt biztos, hogy lehet már olyan 10 pár ezer forintokért lehet ilyen szó szerint tényleg egyszerűbb táblagépet kapni, tehát ilyet azért ne nagyon vegyünk, mert aztán felhasználó élmény az nem sok van benne. Lehet, hogy működik, de győzt kivárni. Tehát hogy az Android KitKat, vagy még az Jelly Bean rendszerrel, tehát hogy nem 3 éves a rendszer, tényleg. Tehát, úgyhogy nem tudok erre mit mondani. Aztán Takács Péter. Olyan problémának küzdök, hogy a gépem nem tud csatlakozni internetre, már mindent megpróbáltam, routerreset, kábelek ellenőrzése szolgáltató szerint mennie kéne, de azt írja, nem lehet csatlakozni az internetre. Hálózati ikon előtt piros X van, ha kell, küldök képet is. Köszi a segítséget előre is. Hát ha piros X van, akkor az azt jelenti, hogy nincs csatlakozás, legalábbis a hálókártyád nem érzékeli a csatlakozást. Ez több okból is lehet. Vagy tényleg rossz a kábel, vagy rossz a hálókártyád. Mert ha fizikailag nézd meg az eszközkezelőbe, légy szíves, hogy a hálókártyád látszik egyáltalán, bár mondjuk ha nem látszódna, akkor nem is mutatna piros X-et, azt hiszem ott, hanem egyszerűen nem mutatott semmit. De azért nézd meg, mert lehet, hogy mutat ettől függetlenül, mert néha a FireWire eszközöket is hálózati kártyának lát ilyesmi, és lehet, hogy valami gondja van a fizikai laga hálókártyádnak, vagy a kábel. Mert most router, hát most az meg végtelen egyszerű, mert egy másik eszközzel rácsatlakozol a routerre, ha azon működik az internet, akkor biztos nem a routerrel van gond. Tehát itt szépen ki kell szűrni a lehetőségeket. Én amire gyanakszom, az inkább a kábel vagy a hálókártyád. Jó? Hát a hálókártya, ha alaplapi, akkor túl sok mindent nem tudsz vele csinálni, maximum letiltani és veszel bele 1000 forint, de lehet, hogy alatta egy PCI-os hálókártyát belerakod. Ha ne adj Isten laptopról beszélünk, mert ez nem derült itt ki, akkor USB-s Wi-Fi adaptert is tudsz venni hozzá, vagy lehet kapni azt hiszem USB-s hálókártyát is, ugye? Biztos lehet kapni, ilyen USB-vel átalakítod, és akkor ha kábeles kell, ugye, hogy legyen. Mondjuk abban a szempontból stabilabb, hogy a kábelen azért stabilabb a jel, mint Wi-Fi-n, de egyébként Wi-Fi-n is tökéletesen jó szokott működni, hogyha jó az adaptered. Úgyhogy mondom, szerintem ez inkább kábelhiba, próbálj meg egy kábelt cserélni esetlegesen. Azt is megpróbáltam, nem tudom, van-e több számítógép a háztartásban, de ha igen, akkor érdemes közvetlenül összekötni a két gépet hálókártyával. Azt is meg tudod nézni, mert ugyan interneted nem lesz, de a hálózaton össze kell, hogy csatlakozzanak egymással, vagy legalábbis már nem piros X-nek kell ott lennie. Jó, hogy mert akkor ki tudod szűrni, hogy esetlegesen, ha a routered a hibás, és az, annak a hálózati kimenete rossz, azt is ugye van 4, érdemes átdugni egy másikba, másikkal is kipróbálni, bár gondolom én ezeket már megcsináltad, akkor viszont lehet, hogy a hálókártyát halt meg. Van ilyen, kis hálózati túlfest kap, vagy ilyesmi, és meg szokott dögleni. Nekem is volt olyan asztali gépem, ami tönkre ment az alaplapi hálókártya, PCI-os hálókártyát bele, és működik ugyanúgy tovább. Jó? Aztán Szid írja nekünk, nekem 19 éve ugyanaz a számom, dolgoztam egy olyan mobillal, egy aktatáska volt, az akku a számhoz tettek pluszba egy 9-est. Igen, annak idején így upgrade-elték, amikor a hát 6 jegyűről 7 jegyűre upgrade-elték a számokat, akkor alapesetben egy 9-est elé tettek ugye azoknak, akiknek korábban volt, ez nem is tudom mikor volt, szerintem ez valamikor a 2000-es évek. Nem, lehet, hogy még az évezred előtt volt, ha jól emlékszem. Milyen 98-99-ben? Nem merem megmondani, de valahogy így, ezen a környéken volt. Tehát első időben biztos, hogy 6 jegyű volt. Mint mondtam, nekem is 6 jegyű számom volt, és akkor egyszer csak nekem is egy 9-essel bővült ki. És akkor úgy lett 7 jegyű a szám. Jó, Jenő, szia Vendi, javítsd a posztot, nem 15, hanem 25 éve indult a magyarországi mobilszolgálat. 15-öt írtam a posztban? És tényleg 15-öt írtam, akkor elírtam, bocsánat, akkor módosítom. De, mert hogy hirtelen, hát még ki se posztoltam, pont az adás elejét láttátok, akkor pont az volt, hogy nem tudtam kiposztolni, nem akart valamiért posztolni nekem a Facebook, illetve nem találtam a képet sem, de átírtam. Jó? Úgyhogy most már meg lehet nyugodni. És akkor még itt van hozzászólásunk, azt mondja, én vinyót vettem, megjött, nem lehetett telepíteni, formázni, visszaküldtem, lefényképezték, össze van törve, és csak észrevettem volna, így se pénz, se vinyó. Mi? Hát de, az gari. Tehát, hogy ha csak nem fogják rá, hogy te törted össze,
Mert ugye itt ez is benne van a pakliban, én is ettől féltem, hogy na, ez a tipikus, hogy a futár, amikor hozta, akkor kellett volna megnézni, hogy be van-e törve a kijelzője. Anyám is így rögtön mondta, hogy kisfiam, de hát és mi van, nem fogják visszamenni, jó fejek visszaveszik. Illetve azt mondták, küldenek egy másikat, és akkor a hibásat megadjam oda a futárnak. De azért tanulság, tessék megnézni, amikor a futár hozza, hogy tényleg rendben van a csomag. Jó? Mert hogy nehogy véletlenül valami olyan boltot fogjatok ki, ahol esetleg mondjuk rosszabb fejek, és nem cserélik ki. De ezt nem értem szit. Tehát, hogy kaptál, megjött a vinyó, nem lehetett formázni, össze van törve, és így se pénz, se vinyó. Hát tessék visszaküldeni. Bár nem tudom, ez mikor történt, de ezt azt hiszem, hogy 8 napon belül automatikusan, sőt, hát van most már ugye internetes rendelések esetén 14 napos elállási jog van. Tehát ha te megmondod magadat, hogy ez neked mégse kell, nem azért, mert hibás vagy így, vagy úgy, hanem egyszerűen azt mondod, hogy nem kell, akkor is visszaküldheted. Persze azt már a saját költségeden kell. Tehát, hogy meg persze attól függ, honnan rendelted, mert a külföldről akkor ez egy kicsit neccesebb, meg drágább mulatság. A magyarországi webshopból, vagy innen-onnan rendelted, akkor ott azért egy kicsit megoldhatóbb a dolog, vagy ha van ugye ráadásul a lakhelyeden lévő bolt is, akkor meg oda visszaviheted személyesen is. Egyébként én jobban szeretem néha személyes átvételt, tehát szeretek webshopba vásárolni, de jobban szeretem személyesen átvételt, hogy pont az ilyen dolgok miatt egyébként. Ez nem az első eset, hogy kapok valamit postán, és hát nem biztos, hogy ott a szállítás közben sérült meg, tehát lehet, hogy már gyárilag sérült volt, mert azért elég rendesen be volt csomagolva, nem hiszem, hogy az dobálja az ember, se hiszem, hogy össze kellett volna törni a kijelzőnek, szerintem az a gyártósorról rosszul jött már le, de hát ugye mert nem bontják föl, nem látják, hogy az ilyen, ezért így kiszállítják, viszont egy boltban az ember ezt úgy meg tudja nézni, és akkor rögtön vissza tudják, vagy ki tudják neki cserélni. Így meg ugye most megy az idő, megint legalább 8 nap, vagy egy hét biztos, amíg ezt kicserélik, tehát hogy... Ezért a szívás ez ebből a szempontból. Hányszor használom ma már ezt a szót, komolyan mondom, de hát nem tudom másképp mondani. Ha egyszer az élet szívás, akkor szívás. No. Windows 10-es kékhalápoénunk Andrástól. Nem úgy kell, nem kell úgy megérni Andrást, csak azért a nyomorult PC-ért jöttem, és a halál ugye eljött érte. Köszönjük szépen a kis vicces képeket és a figyelmet is, hiszen eddig tartott a mai Restart, ennyi fért bele a mai műsoridőnkbe. Holnap Restart extra, és ha minden igaz, akkor Andrissal várlak benneteket, de Balázs is érkezik majd, csak ő éppen ZH-t ír holnap. Úgyhogy, és körülbelül akkor fog végezni az ZH-val, amikor az adás kezdődik, és még ide is kell neki érnie, tehát drukkoljunk Balázsnak, hogy jó ZH-t írjon egyetemen, és Andrissal együtt várlak benneteket, aztán Balázs is csatlakozik, ha minden igaz, hozzánk a holnapi Restart extrában, úgyhogy nézzetek minket akkor is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!